Hello, hello, skacók, én Gibbon vagyok, és egy visszajátszás videóval jelentkezek most, amit hát körülbelül egy olyan egy és fél perce követtem el, ahogy látjátok, a tigris tankommal. Ugye nem igazán jár a kedvembe ez a tigris, mivel nagyon, nem azt mondom, hogy nem szeretem, de gyenge páncélja van, illetve hát jól lehet dönteni, de mégse olyan nagy az átütése. Ugye a rövid 88-as van rajta. És akkor nézzük is meg, hogy hogy is állunk. Hát ahogy látjátok, ugye nálunk vannak, van két darab hetes heavy. Ugye én és a T29-es, hol is a T29-es, ott a T29-es. És ahogy látni fogjátok, itt a, hát a csapatmunka picit nem fog elindulni, de, vagy elindulni, együttműködni, de nem is folytatom, nézzük a csatát. Még rosszkor állítottam meg, mert nem léptünk be. És elég rossz volt a pingem egész csata alatt, úgyhogy picit laggolni fogok. Na, nézzük akkor tovább. És akkor induljunk is el. Na hát ugye itt kb. 85 ös barátunk már az elején be van fagyva. Mi elindulunk a Halál utcán, a Halál utca felé, bocsánat. És akkor egy... jön erre a T29-es velünk, de ugye már kértem egy kis segítséget már előre, úgy látjátok, 999 pingem van. Olyan nehezen lehetett irányítani az elején, de megoldottuk a végére, ugye. Beállunk a szokásos helyre, innen megpróbáljuk, hogy ne üssenek be, közben az új prémium isú 122S elfoglalja a helyünket egészségére, majd meg is jön a kára erre, na és akkor nézzük. T29-es egy menedékkel előbbrébb megy. Jó, hát elsőre elvéti, és akkor nézzük tovább, a T29-es ad egyet a VK36-nak. Az IS-re rálőttem, de nem sikerült. Ahogy látjátok, meg is kapta az isú, hogy oda beállt. Hát vissza is húzta a fejét, aztán hagyott kidugni engem. Na és akkor IS-re megint elvétettem a lövést, kicsit fölé rántottam az egeret. Visszatolatok. Jó, ez már lepattant róla. Na és akkor egy VK is akcióba lépett. Igen, a ping megtette a hatását, picit szarakodott a játék, de egy idő után megjavult már. És akkor mi amíg akadozunk, a másik oldalt teljesen bevesztettük, mivel nincsenek ott hevik. Fönn a dombra pedig csak egy csinukájt küldtünk, aki nem sokáig tartja föl az ellenség heavy-jeit, top heavy-jeit, és itt baloldalt meglátom, hogy berohant egy KV85-os. T29-es nem is figyelt rá, és az utoljára még megpróbálom lőni, de túl későn lőttem, és a T29-es még mindig nem mozdul. Gondoltam, elindulok, jó felán módra, ha többen vagyunk, jobbak vagyunk, és jó, egyet bekaptam az IS-től, egyet pedig elvétettem, ugye a kupolára. És akkor következőt már nem fogjuk elvéteni, és bum, 142 HP-ról lelőttük az IS-t. Ugye T29-es, mintha ő lenne itt a diadalittas, vonul előre. Közben megáll, és ugye két HP-r hagyott T1 heavy-t, vissza kellett lőni. Most pedig tolat, pedig nincs senki se ott az ellenségnél. Ugye hát a hátsó vonai mögé betörtek. Egy KV85-ös, és ugye mondtam a T29-esnek, hogy vonuljon vissza, mert nem sokat kezdenék vele. Na és ott megláttam egy T25/2-t. Ugye ellövöm magam, picit várok, megnézem, hogy mi van. Megpróbálok talán még egy lövést ellőni, de nem. És akkor úgy gondoltam, hogy elég volt a várakozásból, nem igazán érdekel, előre török. Ez a VK úgyse, sok is, kaptam egy lövést és két lövést, egyik se sértett. Nem kaptam HP-sebződést, hanem lepattant. És akkor a VK-nak adok egyet, ő pedig mellélő. A BDGR azt hiszem itt igen, elvéti, és ezután a VK-ról pattanok. Nem voltam valami SS, és nem gondolkodtam, hogy hova lövök. És jó, itt kaptam egy 189-eset tőle, de azt hiszem már beütöttem.
És megláttam, hogy ott van egy T-25/2 mögöttem, közben leromboltam gyorsan, kaptam még tőle azért egyet, de mindegy. Ugye inkább kapok a BDG-től, mint a T-25/2-től, ugye az csak egy 5-ös heavy. És akkor most jön a T-25/2, akire ráfordulok, adott nekem egyet, igaz robbanóval lőtt, de nem értem miért, pedig simán be tudott volna üzni. Jó, kaptam még egyet. BDG-t. Még egyet adtam neki, és ezt pedig nagyon elvétette. 64 HP-ről lelőtt. Na, 64 HP-t lőtt rám, és a végsőt már nem igazán fogom tudni, hanem kilövi. Vagy kilövi. Kilőttem. Ezzel most már 3000 HP-m, 3 killen van, és 1600 sebzésem van. BDG-t fölrakja a láncát, és rám lövi az utolsó lövést. Na hát ez a visszajelzés ennyi is lett volna. Ahogy látjátok, elég szép sebzéseket bevittem, ugye 1600 sebzés. Azért ott egy 9 találatom volt, 3 kill, ez nagyon szép. A csatát elvesztettük, mivel hát igen, a csapatnak nem jó volt, jó az összejátszása. BDG-r egy gépnek pedig szerencséje volt. Na, ha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel, írjatok kommentet, hogy milyen videók legyenek, meg mi legyen. Én Gibbon voltam, sziasztok!